Tisztadóban vagyunk a Széchenyi István általános iskolában, és Bárány Attila igazgatóról beszélgetünk. A hétvégén egy nagy készültök. Mi lesz ez, és egyáltalán mit jelent ez az iskola életében? Így van, egy jótékonysági okolysági bált szervezzünk iskolánkkal, közvetlenül együttműködő alapítványjal, a Tiszadóbb Tehetségekért Alapítványjal, amely a a tehetséges gyerekek felkarolásáért jött létre, ez egy új alapítvány, és nagyon örülök, hogy a, a Ebben az időszakban egy ilyen pozitív kezdeményezés jött létre. Milyen a kapcsolatotok az alapítványjal, nyilván az alapítvány kuratóriumával, hogy egyáltalán létrejöhet ez a rendezvény? A, az alapítvány kuratóriumának az elnöke, intézményünk volt tanítónője, aki idén is itt tevékenykedik nyugdíjazása mellett. És neki volt egy kezdeményezése, hogy tavasszal a gyerekeinkért egy jótékonysági az iskolánkban, Ami az elmúlt években ilyen típusú kezdeményezés nem valósult meg, de ennek is nagyon örülünk. Mit jelent ez számotokra, mit vártok egyáltalán magától a rendezvénytől, és nagyjából, ha így kalkuláltatok, mit tudtok majd kihozni a, a hozadékából, tehát a bevételből? A bevétel teljes egészében, a iskolánk tehetséges tanulói fogják megkapni, természetesen az alapítványjal egyeztetve, különböző programokat, tehetséggondozó programokat, gazdagító programokat kínálunk a gyerekeknek, és természetesen minden verseny vannak díjazások, és amelyre szükség van egy kis anyagi fedezetre. Az előbb Bárányati Légezgetőre elmondta, hogy nagyon jó az alapítványjal a kapcsolat. Köszöntelek téged is, mint a, az alapítvány elnökét. Egyáltalán hogyan jött létre ez a kapcsolat, és milyen célra hoztátok létre az alapítványt? Hogyan jött a gondolat? Én is köszöntöm a kedves tévénézőket. Az alapítványunk 2021. decemberében alakult. Az alapító az Somjai Zoltán alpolgármester úr, aki a saját tőkébe hozta létre az alapítványt. Ő megkeresett, hogy lennék-e a kuratórium elnöke, nagyon nagy örömömre szolgált, mert hát úgy gondoltam, hogy szüksége van az én munkámra. Világéletedben közösség életet élt. Igen, világéletemben közösség, 40 évet az iskolába, aztán nagyon aktívan részt veszek a, a térségünk vöröskeresztes munkájába, így Zoli is úgy gondolta, hogy jó kezekbe lesz a kuratóriumság. Hát sajnos 2021-ben nem tudtunk csinálni, 22-ben nem lehetett a Covid miatt semmilyen programot. Megpróbáltunk pályázni, de hát sikertelen volt, mert fiatal az alapítvány, és ezért igazgató úrral egyeztettünk a én nagyon kedves kollégám is egybe, Attilával, hogy az idén szerveznénk egy bált. Hát természetesen mellém is állt, az ügy mellé az egész tantestülettel együtt, az egész faluval és az egész környékünkkel, térségünkkel, mert Tiszavasváriból is segítettek, Nánásról, Nyíregyházáról, Nyírszelekről sorolhatnám még, mert majd meg is teszünk. És így végül is elindultak a kis alapítványunk, hát remélem, hogy sikerek, sikeresek leszünk, mindent megpróbálunk. Remélem, hogy ezzel a kis anyagi támogatással a gyerekeket is tudjuk úgy támogatni, ahogy szeretnénk. Ugye ez a darabítványban most hétvégén lesz. Egy kicsit beszélgessünk erről magáról a rendezvényről. Úgy hallottam, hogy már nagy sikere van, tehát túlságosan sok eladó jegy már nincs. Aki eljön ide, mi az, amit kap a belépő áráért, azon kívül, hogy természetesen segíteni szeretne? Hát aki eljön, kezdjük ott, hogy nagyon ki vannak rá az emberek, tehát nagyon örömmel fogadták Tiszarobon. Úgy terveztük, hogy mindenképpen legyen egy sztár vendégünk. Sikerült a Péter Samekot megnyernünk, a kis fiatal kolléganőnk Séra Andrea segítségével, akinek ő, ő nagyon jó ismerőse. Aztán élő zene lesz, vacsora. A vacsorát a Tiszarobi önkormányzat sertéshúsából kapjuk, ezt igaz, lehet mondani ezt. A másik részét pedig a Tiszadobi Táncs és Vadásztársaság felajánlásából, és a pörköltet a Tiszadobi konyhán és a, haj, a hajdunálási keresi fogják elkészíteni. Tehát egy ilyen, ilyen környék elég lesz a lesz. Hát nekünk igen, elég lesz. Azon kívül a természetesen a gyermekei központi szerepet kapnak a, válban, a, a művészeti iskolások palotást fognak táncolni Szabó Péter ő vezetésével, vagy tanításával, részvételével, mert ő is fog táncolni is, a felnőtt kolléganők csengettyű hangszeren fognak egy kis bemutatót tartani, ezt Peténi Puskás Erika vezetésével, és a farsangunkon volt a hatodik évfolyamosok nagy sikerű táncos fellépés. Ne berre a szóra gondoltál. Kovács, nem, ne, Kovács János kollega a betanításával, ők egy ilyen, ilyen tánc egyveleget adtak el, nagyon-nagyon aranyosak voltak, és úgy gondoltuk, hogy ez egy báli produkció lesz. Rengeteg tombolánk van, tombola felajánlás érkezett, úgyhogy remélem, hogy minden megvan, nagyon szép termünk lesz a tornatermet, báli teremmé varázsoltuk már a hétvégén a szülői munkaközösséggel, férfi tagjaival feldíszítettük, a függönyöket felraktuk, úgyhogy tovább pedig a kollégák fognak segíteni a részítésbe. Hát reméljük, hogy minden jó lesz. Nem élik már Zsabében turkálni, de nagyjából kalkuláltatok, hogy úgy nagyságrendileg mi az a pénz, amit az iskolának majd át tudtok adni? Hát az az igazság, hogy én az egymillió millió forint biztos, hogy lesz. Jó. Ez szerintem ez száz százalék. gyerek. Én attól többre számítok, úgyhogy én attól még többre. Nem tudom, mert még a pártól, kint vannak, tomborán nem tudjuk, hogy mennyi elvesznek tombol egyet. Hát mondjuk én arra is 1100 tombolát vettem meg, úgyhogy reméljük, hogy el tudjuk adni. Mert e, fős lesz az a 130 jegyet adtunk el. 132-re terveztük, kettő visszamondta, de ennek egy kicsit örülünk is, ha véletlenül mégis valaki, mondjuk ti eljöztök, hogy tudjunk benne ezeket ültetni. Jó, egyébként ezt házas teltházas léc? Teltházas, ettől többet nem tudnánk leültetni, úgyhogy ennyi. Mennyi dolgozott az alapítvány nyilván a szervezésében együtt az iskolával? rengeteget dolgoztunk, de én nagyon szeretek szervezni, ez biztos a, a benne van, mert nagyon sok mindent, tehát én versenyeket is szerveztem már el, megyei vöröskeresztes versenyeket, és nagyon szeretem, de nagyon sokat segített Fábrini és Amjai Beáta, ő a könyvtárosunk, aki most itt lakik nálunk az iskolába a, a fűtési szezon végéig, azt hiszem. Attilda? Igen akkor segített nagyon sokat az iskolába, amit négy szerint szeretnék az iskolatitkárunk, már eddig oroveszne új száz érénke. Úgyhogy a kis csapatunk, ennyien voltunk eddig, viszont nagyon sok segítséget kapok a kollégáktól, óvónőktől, élelmezés vezetőtől, úrtól, biztatás segítséget, úgyhogy remélem, hogy és ők mindenben a támogatásoktól biztosítottak. Iskola vezetés részéről, de az úgy gondolom benne volt az iskola közösségében a, az iskola vezetés is. Na hát sok sikert nektek a bulihoz, és akkor ilyenkor szokták mondani, hogy legyen ön is millió most, tehát az alapítvány. valamit, hagyd mondjak már még el, ezt szerettem volna elmondani, hogy kimaradt a igazgatónak a mondandójából, hogy van miért ezt a, a bált szerveznünk, mert úgy gondolom, hogy ez a kis, picike kis iskolánk a 200 szőjével nagyon nagy eredményeknek Ket tudhat maga ávé. Ő művészeti iskolásaink, a táncosaink, a a rajzosaink most is nagyon szép eredményeket értek el, aztán a sportolóink, hát tavaly is olimpiái jutottak, és bizony az, hogy eljussanak, az, az némi nemű gondokba ütközött, mert azért, azért a tankeres sem bírt mindent, azért akármennyire is támogatnak bennünket. Ezt a sok versenyt azért nem lehetett győzni anyagilag. Azon felül a Rigó énekeljen csapatversenybe mindig dobogósak voltak, talán az idén nem neveztek, azt hiszem, de mert kiszúdottak a nyolcadikosaink, és utolsó sorban szeretném magamat megemlíteni, az első gyerekeink országos versenyen most is ben vagyunk a döntőbe Budapesten. Addig el kell juttatni, amit mindig mi vittük el, és így azért egy kis könnyebbség lesz, hogy van legalább úti költség meg ajándékra való, úgy gondolom.